Sziasztok, Frici vagyok, ebben a videóban megint a madárpókról lesz szó. Elsősorban néhány haveromnak mutatnék be pár dolgot. Először is ezt a részt egy Viktor haveromnak szánom, hogy megmutassam az állományom. Gyere közelebb, hogy látható legyen. Látható? Mondjék az itt a fényre. Jó, rendben. Itt látható lesz? A lényege ez lesz. Nem mutasson Viktornak kis rohadékot, vagy ezt kicsit betoljuk az árnyékba. Így látható? A hajóban. Vannak közötte ugye kis páram. Ott benne is vannak bőven. Hát itt végig pár. 100 darab, így összesen ezek itt a csúpányom, én itt tartom őket. Alulra ugye tűzek, tojástartó, üdítő, stb. A következő dolgokat pedig Ben Jamin barátomnak mondanám, megint keresni kell egy jó helyet, ahol látható lesz, aki vagan ott tart, itt látható lesz. Tehát látható? Vagy hol érzünk ide a fénybe? Jó. Agresszivitás, hogy félni kell-e. Na most ugye itt van a pók. Látod? Felveszi a támadó pozíciót, de nem rohangál, nem egy agresszív pók, nem kezd el menekülni. Sokan félnek, ha a pókot baszogatom, elszalad az anyjába. Nem szalad sehova, látod? Hozzáérek, rájön, hogy hopp, ez valami nem jó, akkor felveszi a támadást, és azt mondja, hogy gyere és megbaszlak. Látjátok? Támadni akar. De nem rohan, nem menekül, nem egy agresszív, nem egy gyors pók. Tehát nincs okot tőle igazából félni. Esetleg oda kap, de nem gyors, nem szalad. Én közben nyugodtan itathatom, benyúlhatok ide, megnézhetem, mi van itt. Ő közben támadni akar, ha közel megyek hozzá. Ő védi a territóriumát. De nem ugrál, mert nem egy hiperaktív állat. Ami fontos, megjegyeznem, hogy úgy tegyük a búvóhelyét, hogy a nap, mikor besüti, a búvóhelyébe el tudjon rejtőzni, ne süssön a nap a búvóhelyére. Következő dolog, ami gyors pók, az egy pöttyöt érjen, mindegy. Na, a másik az, hogy egy agresszívabb pók. Nem tudom, hogy jól látható a kép? Nem annyira. Na mindegy. Lényegében ő most ilyen pici dobozba tartja a kis pókját. Árnyékba hozzuk, itt jól látható? Abszolút nem annyira látható. Jó, gyere ide, vedd felülről. Na, az a lényeg, hogy félni attól, hogy kiugrik a pók, nem kell félni, ez egy nyugodt állat. Kicsit arrébb terelgetem a túloldalra, most itt van, megnézem, vizese vagy száraz a talaj. Ő nem kezd el kirohanni, nem kezd el ugrálni, ő nyugton marad, mert nagyobb biztonságban érzi magát, ha nem szaladgál, hanem nyugton marad. Most ide mutatja a kis picsáját, de nyugodt, ez a lényeg. Ura fura, nem a lába. Kicsit küldjük vissza. Jó van, semmi baj, fasza. Tehát lényegében nem kell félni, mert látható, hogy nem ugrál sehova. Ott nyugodtan megvan. És ez elméletileg agresszívabb, mint a vagan. A következő nagyon fontos dolog, amit még megemlítek, az etetés, hogy sokan kérdezgetik azt, hogy hogyan kell vizezni a pókot. Az előbb ugye látható volt, hogy itt van a doboz. Ez itt mondjuk a doboz kerülete. Ekkora rész kell vizezni. Ezen az oldalt egy bujóhely kupak, akár egy WC-papír guriga, ahova el tud bújni. Én most nem teszem, mert egész nap sötétben vannak. Tehát egy kis WC-papír guriga, a másik oldalt egy itató, és az egyharmadát levizezem. Mi az a vizező volt, aki megkérdezte? A vizező az ilyen kis spriccelős dolog. A fodrász kelékesbe lehet kapni ilyet. Ez kérem szépen, ez olyan, amivel nincs probléma olyan szempontból, hogy nem volt vegyszerrel kezelve, mint mondjuk egy ciffes cucc. Ugye a ciffhoz van. És akkor itt látható, hogy az egyik oldalát csak is spriccelgetem. Amíg a felső talaj benedvesedik normálisan. Ha már normálisan nedves, csillog, akkor utána ráteszem a tetőt. Esetleg én a vízezőt, vagy mi az vízesedény, nem nagyon szoktam kispogoknál használni, mert mindig felborítják. A folyamatos talajvizezésről gondoskodok. Vannak az ilyen picike pókok, ők nem is lesz nagyon látható, náluk a talaj felét vizezem. Nem az egészet, hanem a felét. Az egyik fele vizes, a másik fele száraz. A kaját a száraz részre lakom, hogy ne legyen penészes. Itt most nem tudom, mennyire látszik, a pókhálóval körbe kerítette gyakorlatilag a kajájának a végét, az miatt, hogy ugye ne penészedjen be.
Tehát lényegében ez lenne, a másik az etetési időről volt szó, meg ugye helyekről, ő elméletileg 2-3 napot kibír víz nélkül. Etetni, én heti kétszer etetem a kicsiket, a nagyokat hetente is kétszer, tehát a kicsiket, a nagyokat hetente kétszer, szerdán, szombaton etetek, rá a következő napra, csütörtök, vasárnap takarítok. Vizezni minden nap, vizezni annyit, hogy mindig vizes legyen, ne legyen száraz a talajnak az egyharmada. Jöjjünk ide, nem tudom, hogy jól látható ez a tál? Jól látható itt ez a? Jól látható, uh-huh. Király. Na szóval, itt a tál, a tálba víz van, és a tálnak, amennyi van a távvonulata, az így a terrárium egyharmada, talán egy kicsit több, mondjuk 40%. Ezt a részt is folyamatosan vizetek a tálba, víz, mögé pedig spriccelek, az üvegre is szoktam, és leszoktam utána takarítani. Tehát a vizezést így szoktam megoldani. Etetni pedig a pók mellé szoktam berakni a kaját. Alapvetően, hogy milyen kaját adunk neki, néhány alapvető dolog. Én, ha csótányt adtok neki, abból kevesebb kell, mert több lenne a tápérték, a fehérje, hetente kettő az bőven elég, nagyoknál talán egy. Tehát van, amikor ő jól adik csótányon, neki elég egyetlen egy darab egy héten. Tücsökből mondjuk kettő, sáskából esetleg abból is kettő, ugye azoknak kevesebb a tápértéke, azt mondom a tücsöknek. Kisebb, mindegy, a neten fel van egy táblázat tápértékekkel, ellenségállat tápértékekkel. Gyakorlatilag, tehát hetente kétszer etetek, mint ezt ugye előzőbbi videómban is mondtam. És amiután megvannak etetve a pókok, este szoktam etetni, mert este van aktivitási idő, este megetetem, másnap este pedig megnézem, hogy megette vagy nem. Ha nem ette meg a kaját, megfogom, kiveszem. Ha elkezdte enni, de még hagyott maradékot, megfogom, kiveszem. Tehát másnapra mindig kiveszem a megmaradt. Ganét, ha oda kaki őt, megfogom, azt is kiszedem a teráriumból. Ami még ugye itt fontos, hogy vizezni viszont minden nap kell, abban az esetben, hogyha nedves lesz. Ne nedvesítsük túl a talajt, ha kiborítja, mint nálam a vagasz kiborította, nála nem nedvesítem újra, hanem csak körülötte. Tehát ha tudom, hogy sokszor kijöti, tálba akkor nem rakok annyi vizet, kevesebb vizet rakok. A másik fontos dolog, hogy érdemes a tőzekbe kicsit beletolni a vizes tálat, hogy ne tudja kiborítani. Ami még nagyon fontos, hogy vizezni lehetőleg klórmentes vízzel, például csapvíz. Csapvízt megfogjátok, azt kicsit hozz benne mindegy, csapvízt megfogjátok, és pár napig állni hagyjátok. Én ezt teszem utána a vizezőbe, és ezt adom a pókonok, mert a tudomásom szerint kipárolog a vízből a klór. Gyakorlatilag ezt a vizet, lehet nem is a pókok mellett érdemes, én hátra szoktam vinni a szobám sarkába, most itt van, és hát gyakorlatilag ezt szoktam a pókoknak vizet adni. Vízre kerül, mire van egy pókoknak szüksége, ennél a teráriumnál remekül látható, hogy én praktikus vagyok. Egy viszonylag nagy terrárium, ami elég a pókoknak mozogni, és egyszerű díszítés. Én nem rakom tele növényekkel, egyedül majd a pöcilotéria vagy az avikulárium, ami bekerül ide, egyikük fog díszítésnek kapni ilyen növényt. A tetejére berakok ilyen cuccot, ezt belógatom neki, mellé keresztbe egy ilyen ágat, amire tud mászni. Ennyi hely elég neki a mozgása. Én nem szoktam túlzítani. Ezeknél az állatoknál díszítést, ha szeretnétek rakni, hát nyilván lehet, nagyobb terráriumra lenne szükség. Én viszonylag kisebb terráriumot használok. Viszont ezért kevesebb is a díszítés. Dísznek jó például az, ha például a cserépre raknék tőzeget. Az már elég lenne nekik arra, hogy szépen a búvóhelye ugye le lenne neki takarva. Illetve rengeteg mindent lehetne, köveket, lényeg az, hogy vegyszermentes, ugye lefertőtlenített dolgok. És hát a fának a külső kérgét is le lehet hantolni, és forró vízbe beáztatni, egy óráig, vagy egy napig, mondjuk beáztatjátok, másnap megszárad, bemikrózzátok, és utána azt a fát be lehet tenni hozzá. Ha nem vizezitek, azt a farészt nem nagyon fog penészedni, ezt mondják. Hát díszítésre nagyjából ennyit tudnék elmondani. Ha lenne valami kérdés, szívesen segítek, illetve a madárpókos Facebook oldalakon. A madárpók kedvelők és madárpók tartók, tehát rákerestek, hogy madárpók és megtalálhatok rengetegféle madárpókos oldalt. Illetve ott vannak macilaciék és ott van Dárc. Gyakorlatilag ők, akik az ő oldalukon sokan tudnak segíteni. Én is rengeteg információt hallottam onnan, lehet nyilvánvalóan nem tudok én sem mindent, de amiben tudok, abban segítek. Úgyhogy lényegében ennyi lenne az a videó.
most elmondtam így lényegében azokat, amiket néhányan felvettek ugye Facebookra, és amiket kérdeztek, azokat most így nagyjából elmondtam. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Még egyszer világítás. Vörös fény. Ez sólámpa. Vörös fény, ez elméletileg nem zavarja őket. Ja, meg még itt van ez, hogy ugye külső borításnak ilyen nylon raktam egy üvegakvárium fölé. Ő plusz hőmérsékletet én nem nagyon szoktam nekik biztosítani. Ő most mennyi van? Van benn 22-23 fok. 20 fokig elméletileg lemehet. Este még az alá, hogy a 20 fok alá én nem nagyon engedem. Extra fűtés lámpát nem használok. Maximum felkapcsolok egy lámpát, az elég meleget ad, hogy felmelegedjen a terrarium. Közvetlen napfénynek pedig ne legyenek letéve. Lényegében ennyi lenne a videóm. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!